Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az őszi nap és éj egyenlőség. Ez egy különleges nap számunkra, mint egy ünnepség. Ezen a napon tartok egy szertartást is. Ha érdekel, nyugodtan írhatsz egy e-mailt, akkor küldöm neked az információt. De visszatérve erre az egyenlőségre, ez az őszi nap és éj egyenlőség azt jelenti, hogy a nap és az éjszaka ugyanolyan hosszú. A nap felett a nap uralkodik. Ez egy férfias energia, és utal a mi gondolatainkra, terveinkre, a kommunikációra, és az éjszaka az a hold hatása alatt van, és az jelenti a mi érzelmeinket. A hold utal a nőies energiára, és a mai napon a férfias energia és a nőies energia egyensúlyban van. Itt megvan most ez a harmónia. Ezen a napon most minden olyan egyensúlyban van, vagy kellene az, hogy egyensúlyba hoz valamit, vagy összehasonlíts valamit, két dolgot, vagy két szemét egymással. Mit jelent ez számunkra? Valamit ki kellene egyensúlyozni. Vagy fontos az, hogy meglegyen a belső egyensúly, ez a nyugalom. Melyik területen érint ez téged? Jelenleg nagyon fontos kapni és adni, ezt a középpontban tartani. Természetesen ez utal az anyagiakra. Tehát figyelj oda erre is. A szerelmi élet területén is fontos az egyensúly. A gondolatok, a tervek, a beszélgetések. Beszélni a jövőről, vagy beszélni érzelmekről. És oda kellene figyelni az érzelmekre is. A vágyakra, az álmokra, a reményekre, és természetesen a szerelemre is. Meg kell, hogy legyen ez az egyensúly, ez a harmónia köztetek. Miután elmúlt ez az őszi nap és éjszaka egyensúly, milyen irányba alakulnak az események? Először is fontos az, hogy elgondolkozz azon, mi átláthatatlan az életedben, mi az, ami nyomaszt téged, vagy milyen kapcsolatok gyengítenek ezektől a kapcsolatoktól, vagy eseményektől, vagy félelmektől el kellene búcsúzni, és akkor változik minden az életedben, hiszen akkor lesz egy fordulat, előre mennek az események, sikered lesz a munkahelyen, az anyagiakat illetően, és a párkapcsolatot illetően is. Jelenleg még ősz van, de hamarosan beköszönt a tél, és addig rendeződnek nálad a dolgok. Most ezen a napon, ezen az őszi nap-éj egyensúlyán és ennél a szertartásnál felkészülhetsz arra, hogy sikered legyen minden életterületen, és szerencse az anyagiakat illetően, a munkát illetően, de egészségügyi témákban is, hogy meglegyen ez a gyógyító erő, és szerencse a szerelmi élet területén. És én kívánok neked egy szép napot,
Nagyon sok szeretettel, Dendera.